Üdvözlök mindenkit! A mai videóban a jelenleg is mögöttem látható E-szériás Philips motorral fogunk foglalkozni, ami a 28 szoros kijelzőméret, 4K felbontás, illetve gyárilag kalibrált színek ellenére mindössze 100 ezer forintba kerül. De hogy mit kapunk ezért a 100 ezer forintért? Nos, elsősorban egy Talpat. Benne alapból a csavarral, mellette pedig egy álványt, amivel ezt összecsavarozva megkapjuk a teljes tartószerkezetünket, illetve nyilvánvalóan magát a kijelzőt, amit egyszerűen csak rá kell helyeznünk említett álványzatra. Itt már csak annyi dolgunk van, hogy leszedjük a fóliát a feliratról, és készen is állunk a felhasználásra. Vagyis, majdnem. A monitor mellé kapunk egy külső tápot, ami valljuk be elengedhetetlen a működéséhez. Valamint, őszintén megvalva egy kijelző kábel is igencsak jól tudna jönni, amiből egy HDMI, illetve egy DisplayPort kábel is jön a csomagban a monitor mellett. Na de ha már ennyire ilyen irányba mentünk el, nézzük meg a monitorunknak a hátoldalát. Ami hátoldalnak a jobb alsó sarkában, ott virít egy igencsak bőkezű csatlakozó csomag. Ez egy tápbemenet, egy HDMI, egy DisplayPort, egy hangkivezetés, egy USB link port, illetve négy darab USB, amik egy elosztóként fognak működni. Ezen portok egyike pedig még a gyors töltés is támogatja. Ami számomra egy kicsit érdekes döntésnek tűnik így a Philips részéről, hogy miért nem jár a monitor mellé egy USB kábel, amivel össze tudjuk kötni a gépünkkel, ha már van egy négy USB-s elosztó a hátuljába építve. Ez ugyanaz az USB-A, USB-B kábel lenne, mint amit hogy a nyomtatók mellé is használ az ember, és egyébként, ami gyakorlatilag egyik nyomtatónak sem a kiegészítője. Philips, nem jó irány, ha a nyomtatók felé haladunk. Az a legrosszabb technológia 2021-ben. Ne akarjuk megközelíteni. Lehességesük a fejükben a nyomtatókat, és foglalkozunk a monitorral, annak is az álványával ami a négyből kettő ismert mozgást fog tudni leképezni. Ezek a liftezés, valamint a bólogatás. Sajnálatos módon forgatni egyik irányban sem tudjuk a motorokat, tehát sem ez a mozgás nem lesz lehetséges, sem pedig ez a mozgás. Szomorúak vagyunk. Még valami, amit nem szeretnék kihagyni. A monitor joystick irányítással rendelkezik az egy sornyi gomb helyett, ami az én véleményem szerint egy mérföldekkel jobb megoldás. Azonban tudom, hogy néhány ember nem kedveli ezt, szóval várom a kommentben a leírásokat azzal kapcsolatban, hogy miért nem jó megoldás a joystick control. Mert engem érdekel, konkrétan érdekel. A menüre egyébként majd még visszatérünk, azonban szerintem itt azért ráfókuszáljunk egy kicsit magára a monitorra. És hát bizony, ő nem más, mint egy 3840x2160 vagy 4K felbontású, 16.9-es képarányjal rendelkező 10 bites IPS kijelző, a maga 300 es maximális fényerejével, valamint gyárilag kalibrált színeivel, illetve 120% sRGB és 106% NTSC szintér lefedettséggel. Röviden és tömören megfogalmazva, a monitor a szép, tiszta, színhelyes és éles képet fog mutatni, amin a tartalomfogyasztás és a tartalom készítés is egyaránt kifejezetten jó lehet majd. És akkor most nézzük ezt egy kicsit jobban kibontva. A 4K felbontás, illetve a rendelkezésre álló színtartomány és a gyári kalibrálás összessége egy fantasztikus alkotói környezetet adnak igazából az embernek a kezébe. Úgy érzem, hogy a 4K felbontás 28-szoros képernyőméret mellett még mindig egy baromi éles kijelzőt fog nekünk adni, illetve megvan az a pixel mennyiségünk, aminek a segítségével gyakorlatilag bármit, bárhol, bárhogyan meg fogunk tudni jeleníteni, mindenféle kis mappánk, kis kezdőfelületünk a programokon belül normálisan el fog férni, és nem fog az utunkba kerülni. Szóval ilyen téren én semmiképpen nem félek attól, hogy a monitorunk az mondjuk akadályozna abba, hogy mi kreáljunk valamit. És nyilvánvalóan a 4K tartalom fogyasztása mellett is egy nagyon jó monitorról beszéltünk, azonban itt én egy kicsit azért hiányolom a HDR-nek a létezését jó, mondjuk nem mintha olyan túlságosan sokszor használnám én, de hogyha az ember mondjuk nagy részt ugye valaminek a megtekintésére használná a kijelzőt, akkor én úgy érzem, hogy a HDR az manapság, mert egy elengedhetetlen dolog, sajnos ez a monitor ez nem rendelkezik vele. Ugyanakkor ha ki kellene hangsúlyozni, hogy ez egy monitor, nem egy tévé, szóval szerintem ez nem egy annyira durván nagy probléma, illetve a 300 nites fényereje az nem is lenne túlságosan fényes, szó szerint és figuratív értelemben is, hogyha HDR-ről beszélünk. Amit még mindenképpen meg szeretnék említeni, az a kijelző körüli káváknak a vastagsága, vagy inkább azt mondom, hogy vékonysága. Én azt vettem észre, hogy majdnem, hogy vékonyabbak, mint egy iPad-nek a kávája, és ezzel a monitor az még nagyobbnak tűnik egyébként, amikor csak így ránéz az ember, illetve úgy alapvetően szerintem egy sokkal letisztultabb, sokkal moderne megjelenés nyújt magának. Aztán nyilván az olyan beépített funkciók, mint mondjuk a kékfényszűrő, vagy az, hogy, hogyha a sötétebb tartalmat néztek a képernyőn, akkor a fényerőt egy picit lejjebb viszi maga a monitor. Ez segíthet abban, hogy ne kapjatok szemgyulladást akkor, hogyha éjszaka próbáljátok használni a kijelzőt. Ilyen szempontból ez is egy, mondjuk ki, jó dolog. Ez egy jó dolog nyilvánvalóan lehet rajta játszani, de hogyha játékra szeretnétek venni egy monitort, akkor ez határozottan nem a legjobb választásaitok egyike lesz. Tekintve, hogy ez a monitor egyszerre 4 k ami túlságosan nagy felbontás még a mai napig is, hogyha jó FPS-ekkel akarunk játszani, és ugyanakkor ennek a monitornak nincsenek meg azok a gamer feature-jei, amiket szerintem az ember keresne, gondolok itt mondjuk a magas frissítési rátára, mondjuk 120 vagy 144 Hz-re, illetve mondjuk az alacsony beviteli ö, válaszidőre, vagy ne adj Isten, az olyasmi dolgokra, amit mondjuk a FreeSync. Mondjuk, a FreeSync az pont van benne, szóval ez az utolsó pontos tornó. Aztán visszatérve a menüre, mert már majdnem elfelejtettem egyébként, Ebbe a kijelzőbe is benne van a picture by picture mód. Csak úgy, mint ugye a legtöbb Philips monitorban egyébként, ami egy kicsit a felsőbb kategóriában van. Ez a monitor is rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogyha kettő kábelt használunk és kettő képet küldünk bele, akkor kettő külön monitornak tudjuk használni, ugye, úgyhogy középen ketté van osztva. És ez szerintem egy kifejezetten jó megoldás tud lenni, ugyanakkor én ebben a 16.9-es képarányban nem látom annyi értelmét, mint mondjuk egy 21.9-es, vagy egy 32.9-es monitornak az esetében. Szóval nyilvánvalóan itt nem hiszem, hogy akkora haszna lesz, de el tudom képzelni, hogy azért van néhány ember, akinek még ez is egy hasznos, dolgot, egy hasznos dolgként fog tudni majd megjelenni majd megtanulok beszélni, és akkor visszatérek hozzátok. Igazából a teljes molytonról röviden és többen annyit tudnék elmondani, hogy a megfelelő csoportnak tökéletes választás tud lenni. Abban az esetben, hogyha munkára keresel főként monitort, és mondjuk egy nagy felbontású monitorba gondolkodnál, 100 ezer forintért ennél nem sok jobb opciód van szerintem jelenleg a piacon, és ezért a pénzért mondjuk azok a dolgok, mint mondjuk a Philipsnek a már megszokott igencsak jó felépítési minősége, a beépített USB elosztó, a menürendszerben elejtett funkciók. Ha engem kérdeztek, ez a monitor igenis megéri az árát. Szóval, ha kéne 4K, itt van. Szóval, elköszönünk Lacitól, és tőletek is szeretnék elköszönni, azonban előtte szeretném megköszönni a Philipsnek, hogy lehetőségem volt bemutatni nektek ezt a monitort. Nagyon szépen köszönöm egyébként nekik, hogy ez a monitor eljutott hozzá erre a tesztidőszakra. Nektek pedig azt, hogy végignéztétek ezt a videót, amiben tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni, abban az esetben, hogyha nem akartok lemaradni jövőbeli monitor tesztekről. Ez most egy kicsit visszafogottabb volt, azonban a jövőben ismételtem valami igencsak gigantikus és fenomenálisan fogok visszatérni, csak hogy ne legyen unalmas az életünk. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, lehetek jók, és további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!